Novembertől elkezdődött az úgynevezett krízis időszak a hajléktalan ellátásban, az idén bevezetik az úgynevezett vörös kód intézményét, ami azt jelenti, hogy extrém hideg esetén kiadják a jelzést, és ha a hajléktalan ellátást biztosító helyek megtelnek, akkor a bentlakásos szociális intézményeknek is fogadniuk kell a rászorulókat. 25 szervezet találkozott a napokban Nyíregyházán, a Városházán. A szociális ellátást nyújtó szervezetek krízis megbeszélést tartottak, ugyanis novembertől elkezdődik a krízis ellátás. A leginkább veszélyeztetettek az idős egyedül élő emberek, a szenvedélybetegek, a szegénységben élő családok és a hajléktalanok. A megyeszékhelyen körülbelül 50 ember él fedél nélkül, ők az utcán töltik mindennapjaikat és az egyre hidegebb éjszakákat is. Az oltalom szeretett szolgálat akár 140 embert is be tud fogadni a hideg téli időszakban, de igyekeznek más úton is segítséget nyújtani a hajléktalanoknak és a rászoruló családoknak is. Idén egy új törvény értelmében bevezetik az úgynevezett vörös kód intézményét, amely szerint rendkívüli időjárási körülmények esetén a kormány vörös kód riasztást rendelhet el, ennek célja a közterületen élő hajléktalanok életének védelme. A stúdióban folytatjuk a témát, dr. Szoboszlai Katalin a vendégem, a Periféria Egyesület elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye ez az új törvény, a vörös kód intézkedés, ez kimondottan a hajléktalan ellátásra vonatkozik, de mi beszélgetünk más rászoruló csoportokról is természetesen. Kezdjük azzal leginkább, hogy nagyon nagy szerepe van, illetve lesz majd azokban a bizonyos hideg hónapokban és napokban a lakossági bejelentéseknek, ami az önök diszpécser szolgálatához fut be. Segítenek-e az emberek, látják-e a problémát? Igen, igen, segítenek, és hát mint minden évben, így most is november 1-ével elkezdődött a krízisellátás időszaka a hajléktalan ellátásban. Ez egyrészt azt jelenti, hogy 24 órában működik a diszpécser szolgálat, amelyik fogadja a beérkező jelzéseket, telefonhívásokat olyan hajléktalanokról, főleg utcai körülmények között élő hajléktalanokról, akikről azt gondolják a helyi lakosok, az intézmények, hogy veszélyeknek vannak kitéve, akár egészségi állapotukból, vagy egyszerűen csak a környezetből adódóan, ahol éppen tartózkodnak. És hát ugye mindannyian szeretnénk megóvni őket a rossz időjárási körülményektől, illetve a megfagyásnak a veszélyétől. A másik szolgáltatás, ami ilyenkor kiemelten működik, ez pedig a krízisautó szolgálat, természetesen az utcai szociális munkaszolgálatok mellett, és ugye ez a krízisautó és az azon lévő szociális munkások indulnak el a bejelentésekre. Nagyon sokan azt hinnék, hogy a mi megyeszékhelyünk nem olyan nagy város, látnak hajléktalanokat, a számukat azt sohasem tudjuk pontosan meghatározni, csak úgy nagyjából megsaccolni, hogy itt Nyíregyházán, a környéken, vagy akár a megyében a hajléktalanság nem olyan nagy probléma. De ezt nem tudjuk megerősíteni, ugye? Hát ez viszonylagos, hogy mihez képest. Ugye Nyíregyháza az ország hetedik lakosságszámot tekintve hetedik legnagyobb városa. És hát persze élnek köztünk hajléktalanok, akik utcákon vagy szállókon találhatók, ők azok, akik látszódnak. Élnek köztünk olyan emberek is, illetve családok, akik a hajléktalanság veszélyzónájában élnek, és éppen még van tető a fejük fölött, vagy van hol lakniuk, azonban ha mondjuk kevesebb lesz a jövedelmük, vagy esetleg betegség éri őket, vagy valami olyan szociális helyzetbe kerülnek, ami miatt már nem tudják maradéktalanul lakhatás költségeit kifizetni, vagy nem lesz olyan családtag, vagy rokon, vagy barát, vagy ismerős, aki befogadja őket, akkor ők is becsúsznak azok közé, a hajléktalanok közé, akiket nap mint nap látunk az utcákon és a szállókon. Tehát, hogy itt van egy olyan láthatatlan csoport, amiről nyilván a szakemberek tudnak, a hajléktalan ellátásban dolgozó szociális munkások és mondjuk a családsegítésben dolgozók, viszont ők még nem látszódnak a közösség számára. Egyébként ide sorolhatjuk a családok átmeneti otthonát is, vagy az anyaóvót, mert hogy ők ugye még inkább anonímak ebben a tekintetben. Hát azok a családok, akik ott kapnak átmeneti szállás lehetőséget, ők nyilván egy védett intézményben
élnek átmenetileg. Ugye ez az átmeneti idő, ez egy évről szól, és nekik ez alatt az egy év alatt kell megoldaniuk a hosszabb távú lakhatásukat. Legfőképpen a gyerekek érdekében, illetve hát nyilván annak érdekében, hogy a család együtt tudjon maradni. Tehát persze, akik ott élnek, azok a családok is hajléktalanok közé tartoznak, de ők azon csoportba tartoznak, akik ebben az időszakban, amíg ott élnek, addig egy védett szálláshelyen tartózkodnak. Azért hoztam ezt szóba, mert hogy ugye ezen a tanácskozáson, ezen a megbeszélésen is több szociális szervezet, intézmény, segítő szervezet tanácskozott. Miért fontos az összefogás? Hát az összefogás egyrészt azért fontos, hogy a segítségnyújtás, és különösen a krízis segítségnyújtás a szervezetten is koordináltan történjen meg. Tehát minden szociális és gyermekvédelmi intézménynek feladata van abban, hogy egyének, illetve családok a lakhatásban tudjanak maradni, illetve ha már ezt elvesztették, akkor pedig találjunk nekik valami olyan szolgáltatás, szállás lehetőséget, amivel mondjuk a lakhatásba vissza lehet őket segíteni. Ez az egyik. A másik pedig megint csak visszatérve a téli időszakra és annak a kiemelt szakmai feladataira. Ugye nyilván, ahogy egyre hidegebbre fordul az idő, ugye egyre kevésbé engedhető meg az, hogy emberek vagy embercsoportok kint éjszakázzanak utcán, közterületen. Éppen ezért fontos az, hogy legyen elegendő férőhely, egyrészt a hajléktalan ellátás intézményeiben, másrészt pedig olyan szociális és gyermekvédelmi átmeneti vagy bentlakásos státusz, bentlakásos intézményekben, ahol helyet tudnak biztosítani a fedél nélkülieknek. Ha már a szakmai programokat említette, akkor az előző időszakban voltak olyan egyébként nemzetközi támogatású programok, projektek, amelyek egyrészt a hajléktalanná válás megelőzését szolgálták, másrészt pedig a lakhatás támogatást, lakhatás segítést és a társadalomba való visszailleszkedés lehetőségét is nyújtották a rászorulóknak. Ezek a pályázatok jelenleg is futnak, célba értek el, vagy vannak erre célzott források még? A Periféria Egyesületnek nincs jelenleg folyó pályázata ebben a témában, korábbiakban volt, hogy ezek mind Európai Uniós és hazai társfinanszírozású pályázatok, illetve projektek voltak, amelyek nagyon jó eredménnyel tudtak működni, mármint úgy, hogy sikerült hajléktalan embereket lakhatásba vinni, és hát közülük egy-kettőben is maradt a lakhatásban. Ezeknek a projekteknek a legnagyobb hátráltatója az az, hogy a szociális bérlakás rendszer az telítve van. Sőt, ahogyan a Városházán el is hangzott, ahányan most laknak szociális bérlakásban a városban, legalább annyian várakoznak. Így tehát az utcán élők teljesen esélytelenek arra, hogy a városban szociális bérlakáshoz jussanak, hiszen mondjuk legalább 2000 emberrel kellene megküzdeni ennek érdekében. És mivel ezek a szociális bérlakások telítettek, ezért maradnak a piaci bérlemények, amelyeknek az árai hát a piaci körülményekhez igazítottak. Tehát nagyon magasak. Nagyon magasak, jelenleg nagyon magasak. Igen, adódik rögtön a kérdés, hogy az utcai szociális szolgálatokat meg tudták-e kellőképpen erősíteni most akár erre a krízis időszakra vonatkozóan is? Igen, így van. Ugye a minisztérium minden évben úgynevezett téli krízis pályázatokat hirdet meg, amelyeket mi is rendszerint megpályázunk, és meg is nyertünk, tehát elegendő forrással rendelkezünk ahhoz, hogy a téli ellátásban szakszerűen tudjunk dolgozni. Köszönjük szépen! Köszönöm!